itt van György emlékének, amit még ez a dolgot kell mondanom, hogy nem jelenti minden azt, hogy mennyi tisztában azzal, hogy ő sokkal kritikusabb volt a én tevékenységemben, mint ő nevei az övében. Csak hogy legyen világos. Hazapadták a végén a Viskókarit 1789-ben Nikolás Samforon, 1834-ben Gerhard Büchner, Hessen Hímondó rövidirat elidézte ugyanezt. 1990-ben Volker Braun a Tulajdon című versében ez áll, én még itt, nyugatra ment hazád népe, harc viskókkal és palotákkal béke. Mondjuk ez a vers 90-ben jelent meg egyszer a Melezartonban és a Cejében. 1989-ben az alapvető mutak legalapvetőbb, mikor a francia forradalom után az új világ, a szabadság, egyenlőség, testvériség elszabad alatt élő, okkal jelentékű a köztársaság az övék. Gerhard Büchner 35 évvel később a német forradalomra várt, amely négy uralmat vezetett el. 89-ben Volker Braun elég egyedül volt, amikor megfejtötte a verset, mert ő a szabadság, a liberális kapitalizmus, a jogállam diadalmas szerződésének urája, a hidegháborút lezáró vértelen kelet-európai demokratikus forradalom, nem mellékesen a német forradalom, mert a vértelen német forradalom államnapját vereségnek látta. Ami nem volt az enyém törik össze, amit nem értem hiányzik örökre. Braun az NDK verső ellenzékét tartozott, maradjunk csak abban, hogy Petri nem véletlenül folytotta le oly sok verset. Braun álláspontja logikus volt, és baloldaliként a kapitalizmus globális győzelmét, ha nem is ellenforradalomban, de restaurációnak látta, és nem progressziónak. Ezzel nem volt egyedül. Habermas 90-ben rámutatott a konzervatív forradalom sajátosságára, 89 nem új eszméket hozott, hanem bevált ideákat terjesztett ki olyan területekre, ahol addig azok az államszociális évtizedei alatt marginalizálódtak vagy betiltottak voltak. 91-ben Christoph Wolff lefeltetett híres vitájában Habermas, akit ezügyben senki nem vállalhatott a nagyvonalúság hiányával. Igen, édesen érvelt a két fragmentát Németországból egy egészet teremtő 89-es fordulat elmélete ellen, mondom az NDK-nál alternatíva volt, hanem Zsák utca. A keletnémetek Bundesrepublik Deutschlandban, azaz Németországban magába térnek vissza, szó sincs arról, miről Wolff beszélt. Bár Németországon indul a saját történelmünkről nem lehet beszélni, most folytonik a látcsőr, és a történeti távolság egy induljunk el a mai nap tapasztalatai. Itt áll a 2012-ben, és kérdezzük, mi lesz velünk, vagy mi lett velünk 89 óta, miben csalódtunk, miben tévedtünk, miért felelünk, mit tettek velünk, és mit tettünk jól, és mit nem. Miért vagyunk hülyek, miért tettünk hűtlenek, és végül nem utolsó sorban, kik lennénk, mi a többes számású személy, van-e még olyan politikai közösség Magyarországon, amelynek tagjai, ugyanolyan vagy közel hasonló mértékben részesednek az élethez, a tanuláshoz, a munkához, a bármi szennyléptékű emberi lakhatáshoz, a nem irányítsától függetlenül a házassághoz, a szabadon választott vallási gyakorlásra azonban jogokból, lehetséges etnikai adottságaitól függetlenül félelem és megvetés nélkül élniük, szegénység ellenére büszkének maradniuk, van-e mondjuk a tisztasághoz, a fedél alatt alváshoz, és tudjuk a választ. Van-e jó a méltósága annak, aki a teste vagy értelme bármint is, de sérült, tagja lehet a bárki a politikai közösségnek, ha nem tud felmenni a lépcsőn, van-e értelme az állampolgárság fogalmának, a mentális és sérült polgártársainak, éppen láthatatlanná lettek, mint Szentgyörgyi Tamás 75-ben készült Kentor című filmjében. A iszonyú zajban keféket gyártó babok énekelnek a jövőről, vándorított fog kezem, híva messzi végtelen, várványom ismeretlen tár. Magyar állampolgárok szerény része fér hozzá a fenti jövőkhoz. Ha nem születtünk gazdagnak, férfinak, heteroszexuálisnak, ha nem vagy fiatal, nem vagy egészséges, ha nincsen munkád, akkor még Büchner mondotta, semmi baj. Az elmúlt két évben kihaladatlan álló folyik a helyreállítanuló középosztály nevében és érdekében a szegények legkülönbözőbb csoportjai ellen, olvassa a bárki a közoktatási törvényt, amely szó szerint a társadalom refeudalizációt készíti elő, egy olyan premodern osztályszerkezetet, amire egyetlen gazdaságilag értelmezhető ok sincsen, csak a harcok indulókkal. Ha nem tartozod a történelmi egyházakhoz, ha azonos nem társadalmi együtt akar gyereket nevelni, ha ez még roma is vagy, akkor aztán megemlegetheted azt, hogy miért készít. És akkor is megállt a munkanélkül lettél, vagy csak rossz kedvű gyerek, aki elolgott egy doboz cigarettát, és aztán három napig lett a rendőrségen. A jogállamon 89 közönöző forradalmának nevében azt értjük, hogy aki itt él, azért a társadalom tagjaként él itt, akkor a Magyarországon nincsen jogállam, és az akkor is igaz, ha a klasszikus diktatúra megteremtéséhez szükséges feltételek nem állnak a kormány rendelkezésére. Mindez logikus következménye a kormánypárt kultúrás logikájának, ideológiai retorikájának, amely ennyiben és csak ennyiben hűséges követője Margaret Thatcher, aki 87-ben a Women's Land magazinnak adott interjújában naiv, a kormányban néző hontalanok téves elképzeléseit érintő gondolatmenetében arra a következtetésre jutott, miszerint you know, there is no such thing as society. Ebből azért világosan következik, hogy ahol nincsen társadalom, ott a saját dalunkit hallgatva Judy Garland az úszból, there is no place like home. Azaz pont fordítva, mint a kormány gondolja. Ahol nincsen társadalom, ott nincsen sem otthon, sem nemzet. Ha valakire lezárták a társadalmi vezető
utat, miként lehetne a híve a nemzetének. Így aztán a nemzeti identitás restaurációja, amely fontos ennek a kormánynak, üres beszél marad a létező társadalom gyakorlata nélkül. A jobbik tekintetben őszinte, nemzeti ideológiájukat, a társadalom gyakorlatokat nem választották el egymástól, gettó a cigányoknak, és akkor még a szerint megoldásokról tettünk szót. Vona Gábor és társai épp úgy beszélnek a romákról, mint a harmadik birodalomban, egyetlen árnyalatú különbségű retorikájukban, mindössze annyi, hogy ők a posztfasizmus idején lettek neonácik. De válaszoljunk el arra a kérdésre, hogy miért és miként fordul a kormánypárt politikai ideológiájából a társadalom. Hogyan egy kizárólagosan nemzeti összetartozása történik Magyarország virtuális restaurációjának a logikája, amely a 2010-es trianoni törvényben kapott megfogalmazást, legyen úgy, mint régen volt, idézte Kövér László, a Transzfilmánia zenekart. Mindössze annyi történt, hogy a kormány megértette, hogy 89 és 56 hagyományának jelentés nélkül kivállása, illetve összeomlása mire vezet. Ami 1989-et idő társadalmas a jogállam társadalom formáló, a politikai közösséget teremtő konzervatív forradalomnak a hitelességét, a politikai tőkéjét illeti, annak sorsa és árfolyama a kapitalizmus sikerességétől függ. Mindaddig, ameddig a nyugati világba tartozás a jóléti társadalom gyakorlatát és a reményét jelentette, odáig a szabad piacra épülő társadalom legitimitása kétségbe vonhatatlan volt. Majd annak végtékében, hogy a kapitalizmus globális válsága megnőtt, egyre több ember számára kilátástalanná vált a jóléti társadalom szociális biztonságra való részesedés, úgy vált a 89 látványosan legitimáció hiányossá. Hosszú évek teltek el, a középosztályból kikopó, majd mindennapi szegénységbe süllyedt, az új világ tágasságába kiszorult tömegek, finoman szóval sem voltak elégedettek azzal, hogy éternő módon vannak emberi jogai, és véget ért pártrendszer van. Gyakorlatilag átélhető személyes élményre folytató ideológia nem volt, a lojalitás kizárólag az adósságból finanszírozott jólét garantálta, az MSZP annyit tudott és gondolt a kultúrás és nemzeti identitásra, mint a Fidesz manapság a társadalomra. Gyakorlatilag semmit. Hittük, hogy 1956 lehet olyan demokratikus hagyomány, amely új társadalmi és kulturális közösség alapjaként leképzelhető, de ez tévedés volt. 2007-ben Kenneth Winter elfogazott forradalomról írt, és Tannenszkijó pedig már a forradalom szót is elkerült a monográfiájában. Térei és Papszín művét a kazamatákat, amiben a forradalom rémségét tűntek fel, a bizonyos csőcselék, amelyen Angyal István azonosnak tartotta magát, akinek emlékével azóta sem nem tud mit kezdődésen. Sőt, egy estében átmények az egyetemről, a Tűzoltó utcában a Viola utca sarkán levő sarkázás ára parkba, ahol Angyal István emlékművő áll. És ott nem mindig könnyű. Egyébként nem volt különösebben nagy áldozat a Fidesz részre, hogy 56 és 86 között együtt felejtse el még akkor sem. Orbán Viktor éppen a két évnek a nevében lépett be a történelembe a hősök terén. Ám a reálpolitika, az reálpolitika. 56 és 89 kinyitatása a narratív emlékezetből ugyan historikus vákumot teremtett, de mindez csak felszabadította a Fidesz, amelyik azóta is boldogan buzgol a 19. századig, és a Horthy korszak ruha és példatárában úgy játszik a trianon nosztalgiával, mint a tűzzel. Amúgy a helyreállító restauratív trianon nosztalgia már régen túlított a kormány által uralt kultúra és fantázia világán, és egyből világosabb az 56-os és a 89-es narratívák helyére lép. Az nem szubkultúra többé, ellen az új nemzeti egyetlen tagja számára az egyedül érvényes történeti narratív. A kormány a növekvő inflációs sebességével rángatja őt újabb hősöket, Tiszát, Szélkámon, Darány, Fekete-Sámon, Képezbekunk, és ott vár még a kiátszatlan kártya, Horthy Miklós, akinek rehabilitációja félreértéletlenül tenni, mint történik, legyen úgy, mint régen volt. Egy sohasem volt Magyarország helyreállításának nosztalgiája a kormányprogram, nemzeti középosztálybeli közösség, társadalom és magas kultúra nyelv. Mindez nem ellenőtt a nemzeti kultúra rehabilitációjával, ellenben még kultúrkám sincsen, mert a kultúrátokban semmi szükség. A társadalom nélkül üres magyar történelem által teremtett közösség reménytelen politikai program, részben több, mint veszélyes állam. A történelmi Magyarország virtuális helyreállításának programja a kettős állampolgárság, ami önmagában egyébként szerintem helyes volt, ennek a megadása, illetve a szavazati jogkorú üzletelése határon túl, hogy magyar közösségre sorsában például durva és folyamatos beavatkozás mind arra vallanak, hogy a kormányt tényleg jobban érdeklik az álmok, mint egyébként a valóság. És ezek az álmok ráadásul nem különösebben kedvesek, és igen, nem gyermekiek. Ezek az álmok a katonai lényekről, a csendőrségről, a pusuló parasztokról, a társadalom kívüli szegények eltüntetéséről szólnak, arról, hogy Magyarországon, amelyből egyszer volt elege Bimónak és Ilyésnek, Babicsnak és Szerbantalnak, Radnótinak és Németh Lászlónak, Móricznak és Sárkozinak, Szabolcsnak és Bartóknak, az utóbbinak annyira, hogy meg sem álltunk a világot. Ha végül tehát azt kérjük, hogy mint álmok köztársaságnak a társadalomnak az ügye, amely gyöngyszárkában vagy halhatatlanul sokat tett, akkor nincsen különösebb okunk a jókat. Én nem vagyok politikai elemző, és nem tisztem elemezni, hogy miként alakult, hogy az ellenzéki pártok és a Fidesz minden ostobasága ellenére sem vonzó, mármint az ellenzéki pártok. Mindössze egyetlen 89 című hagyományra látok lehetőséget, és ez a szegénység ügyében való együttműködés.
Ha a konzervatív polgártársainkkal együtt megértjük és felismerjük, hogy a helyzet kísértetésen azonos azzal, amiket a népi szemben fölött a kohorti rendszerrel, akkor komoly lépést tettünk előre a társadalom restaurációját felé. Nem könnyű feladat ez, roma polgártársainkat kell úgy látnunk, mint egykor a parasztokat, velük való azonosságunkat kell felismerni. Ama bizonyos történelmi középosztály nyilvánvalóan sokkal hamarabb látta tükröződni a sajátját a parasztok világában, mint ma bárki a roma közösségekben ismerhetné fel önmagát. A magyar parasztság mitológiája jóval több lehetőséget kínált atyáskodásra, gondoskodásra, feudális megvetésre, jótékonyságra, mint mindaz, amit a mai nem roma társadalom tud és gondol a roma társadalomról. Ha a roma társadalom ugye kizárólag marginalizált kulturális politikai programjának a része marad, akkor ez a küzdelem elveszett, és annak a vesztesség nem a liberálisok, és nem csak a romák lesznek. Azaz, tényleg semmilyen ár nem drága, hogyha találjuk a konzervatív polgártársainkhoz, hogy a roma kérdés a közös társadalmi és nemzeti sorskérdésként lássuk, amelyet együtt és csak együtt lehet és kell megoldanunk, a jobbik fenyegető neonácizmusa és a kormány tehetetlensége és rettenetes gyávasága ellenére. Egy ilyen párbeszédet ajánlani megkezdeni nyilván nehéz, mindannyiunktól számos áldozat és belátást követel, de nem látok mást is jobb alkalmat arra, mint az Washingtoni konferencián. Végül abban az országban, amiben a lakosok jelentős része kiszorult a társadalomból, nem lehet demokratikus közösség, amiként semmilyen rasszizmust eltűnő közösség nem lehet biztonságban saját magától. Ha azt akarjuk, hogy demokratikus közösségben éljünk, akkor nincsen vita, harcolnunk kell. Harc a palotákkal, béke a viskókkal. A demokrácia akkor lesz, hogyha nem engedünk a társadalomból kiszűrődött polgártársaink jogaiból. Csak akkor talán végre otthon lehetünk, és nem csak a rémálmainkban. Köszönöm.